Mikulás, országszerte meglátogatta a gyermekeket a télapó. Felkészítő, egyedülálló programot kínál a leendő hallgatóknak 2018. januárjától a Dunaújvárosi Egyetem. Próba. Szerdán tartották a Mi kis városunk című darab főpróbáját a Bartók Kamara Színházban. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Cserna Gábor városunk polgármestere ismét meglátogatott két nyugdíjast, hogy ajándékcsomagot adjon át nekik. Az 5000 forintos önkormányzati támogatásokat már elkezdték postázni az érintetteknek, többen már meg is kapták. Cserna Gábor és Pálfi Németh Tünde ismét útra kelt, hogy személyesen meglátogassa Somorácz Ferencné Erzsike nénit és Fodor Jánosné Margit nénit. Erzsike néni már 89 éves és 1954 óta lakik városunkban, Margit nénit pedig sokan ismerhetik az egészségügyből. Mindketten vidáman és szeretettel fogadták Dunaújváros polgármesterét, és hálásak voltak az ajándékokért. Az a helyzet, hogy én próbálok szinten maradni, a múltamból élek, amíg együtt voltam a férjemmel, sajnos 2010-ben itt hagyott engem meg, elhunyt, és próbálok mindig teljesíteni azt karácsonyra, amit azelőtt egy ebédet, egy kis ajándékot, de nem tudom már azt a szinten, és akkor megpróbálom majd a bevásárlást ebből az összegből, amit az államtól is, meg az önkormányzattól is kaptam, és akkor egy picivel szélesebb lesz ez az ünnepi vacsora, vagy ebéd, még nem tudom, hogy fog alakulni. Dunaújváros vezetői és Cserna Gábor polgármester úr kiemelt figyelmet fordít a városban élő szépkorú nyugdíjas polgárokra. Az idős emberek iránt érzett tisztelet jele a személyes látogatás és az ajándék is. Az érintettek december 19-éig kapják meg postai úton az önkormányzat 5000 forintos támogatását. Országszerte meglátogatta a gyermekeket a Mikulás, így városunkban is. A kicsik nem csak a Városháza téren, de a Dunaújvárosi Egyetem munkahelyi bölcsödéjében is örülhettek a nagy szakállunak, aki finomságokkal érkezett. Télapó itt van, hó a subája. Ezek a felvételek a Dunaújvárosi Egyetem munkahelyi bölcsődéjében készültek, ahol a dufiókákhoz is ellátogatott a Mikulás. A többségek már napok óta dalokat és verseket tanultak a nagyszakállú télapónak, aki finomságokat hozott a kicsiknek. Ez nagyon izgalmas a gyerekek életében, nagyon várják már mindig a Mikulást, készülődünk, verseket tanulunk, énekeket énekelnek, festettek kis csizmákat, és sokat beszélgettünk róla, hogy honnan érkezik a Mikulás. Az ő életükben még nagyon fontos a mese meg a varázslat, és ez a decemberi időszak pontosan alkalmas erre, hogy ezt együtt közösen át tudjuk élni. Itt pedig már a Mikulás háza látható a Városháza téren. Amikor egy-egy kisgyerek bemegy a házba, akkor a Mikulás feljegyzi a kívánságokat a könyvébe a láthatatlan tintájú tollával. Csak ő tudja elolvasni, ami a könyvben van. Az asztalon láthattunk még iránytűt is, és mellette pedig a mindent látó távcső is helyet kapott. A gyerekek elénekelték kedvenc ünnepi dalukat, vagy elmondták a versüket, és ezért a Mikulás szaloncukrot adott nekik. Néhány szülő elmondta, hogy náluk mi a szokás december 6-án. Reggel megérkezett a Mikulás a csizmába, betette az ajándékokat. Hát most idén délután jön a Mikulás, hagyományos, mint régen csomag, és akkor eljövünk délután ide a gyerekekkel, és mire hazaérünk, addigra megérkezik. A télapó a nap folyamán számos gyerkőccel találkozott, akik mindannyian elmondták neki a kívánságaikat. Ő pedig azt mondta nekik, hogy legyenek boldogok, és váltsák valóra az álmaikat. Azt is elárulta a Mikulás, hogy miket kívántak a gyerekek. Nagyon vegyes a játékok, az ajándékok összetétele. A szirénázó tűzoltóautótól kezdve a... Rengeteg olyan fantáziák van a gyerekeknek, hogy az eszméletlen, és én ennek örülök. Ennek örülök, mert ez azt jelenti, hogy jó körülmények között élnek, békességben és rendes családi körülmények között. Sajnos olyannal is találkoztam, aki olyan körülmények közül jött, hogy ő nem tudja azt, hogy mi az, hogy Mikulás, nem tudja, mi az, hogy szaloncukor.
sajnos ilyen is van. De hát ilyen az élet. A télapó azt mondta, hogy jövőre is szeretettel várja a gyerekeket, és azt kívánta nekik, hogy legyenek jók. Felvételi felkészítő program. Egyedülálló lehetőséget kínál a leendő hallgatóknak 2018. januárjától a Dunaújvárosi Városi Egyetem. A felvételi felkészítő program hagyományos és online módszerekkel is segíti a matematika érettségire és a középfokú C-típusú angol nyelvvizsgára való felkészülést a leendő hallgatók számára. Bemutatták a Dunaújvárosi Egyetem egyedülálló 2018. januárjától induló felvételi felkészítő programját. Az FFP a leendő hallgatókat célozza meg, méghozzá azzal a lehetőséggel, hogy a felsőoktatás két talán legnagyobb kihívására készíti fel a diákokat, a sikeres és eredményes matematika érettségére, valamint a középszintű C-típusú angol nyelvvizsgára. Utóbbi a felsőoktatást illetően 2020-tól már kötelező. Tehát egy olyan csomagot kínálunk a szülőknek meg a tanulóknak, amellyel egy középiskolásnak az egyetemi háttér mentén, az egyetemi oktatók segítségével mind a matematika érettségie sikeresebb lehet, mind pedig az idegen nyelvi kompetenciái, tehát az angolra való felkészítése az sikeres lehet. Ezt mi egy csomagban kínáljuk, de nyilván választható. A felvételi felkészítő programmal a Dunaújvárosi Egyetem egy olyan komplex szolgáltatást próbál nyújtani a fiataloknak, a diákoknak és a szüleiknek, ami tényleg egyedülálló. Egy olyan programot állítottunk össze, amelyben sok plusz van ahhoz képest, amit akár a nyelviskolák, akár a magánórák tudnak nyújtani. Az egyik ilyen fontos része ennek a programnak az az, hogy ezek az órák mind itt fognak zajlani a Dunaújvárosi Egyetemnek a kampuszán, a Dunaújvárosi Egyetemnek az oktatóival. Tehát lehetőséget biztosítunk a fiataloknak arra, hogy már a felvételire felkészülés folyamatában megismerkedjenek az egyetemi élettel, az egyetemi hangulattal és azokkal az oktatókkal, professzorokkal, akikkel majd az egyetemi tanulmányaik során is találkozni fognak. Sipku Krisztina, a projektmenedzsere elmondta, az FFP nem csupán a középiskolásokra koncentrál, hanem a már érettségizett jelentkezőkre is. Akik pedig sikeresen elvégzik a programot és az egyetem hallgatói lesznek, ösztöndíjat kapnak az első tanévben. Egyrészt az első évesek mindenkire érvényes havi 15 000 forintja mellé az első évben, akik a felvételi felkészítő programból érkeznek, és kapnak havi 15 000 forintot pluszban. Hozzátette, a felvételi felkészítő programról további információkat kaphatnak az érdeklődők a www.uniduna.hu oldalon, valamint az egyetem nyílt napjain is. Elsőként december 11-én hétfőn az intézmény A épületében reggel 9 órától. Szerdán tartották a Mi kis városunk című darab főpróbáját a Bartók Kamara Színházban. A két felvonásos előadást Őze Áron rendezte. Ennek a darabnak a címe a Mi kis városunk. Thornton Wilder a Mi kis városunk című színműve alapján rendezte meg Őze Áron a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában a darabot. Összesen 11 szereplővel, köztük Pap Jánossal állt össze az előadás, akinek a rendezőt kell megvalósítania. A rendezőről eldöntheti a néző, hogy mesélő, egy városlakó, vagy éppen maga az úr. Eredetiben a szerző nem azt írta, hogy rendező ez a szerep, hanem az ügyelő. Most ez nagyon fontos, a színházi hierarchiában mi az ügyelő szerepe. Tehát amikor Benedek Marcell lefordította a darabot, akkor ennek a szerepnek a rendező nevet adta, mert a magyar hierarchiában a rendező áll a csúcsán a színházi hierarchiának. Az ügyelő viszont, és ez valamivel pontosabb egyébként, mint Benedek Marcell fordítása, az ügyelő este héttől, az előadás pillanatától, az előadás végéig élet és halál ura.
Őze Áronnak személyes kötődése is van a darabhoz, mert tanulmányai során ő is szerepet kapott benne. Most, hogy ő rendezi Dunajvárosban, előjönnek az emlékei, és jó érzés számára látni, ahogy összeáll az előadás. Elmondta, hogy a színészekkel a közös munka rendkívül jó volt, és már akkor tudta, hogy Pap Jánost kéri fel a rendező szerepre, amikor még csak tervezte a színdarabot. Ilyenkor már a főpróba héten már a technikai csiszolások, apró hangolások, ritmus, jelenetváltások, világítás, vetítés, tehát hogy itt mindennek össze kell csiszolódnia, hogy egy komplex munkáról van szó a színház esetén, de ettől izgalmas. Jelmezek, a jelmezek finomítása, azért ugye nincs díszletünk, de mégis van díszletünk, tehát hogy a létra most úgy kerül be, hogy csattan a lába vagy nem, minél halkabban, minél finomabban, tücsök ciripeléstől kezdve, hangeffektek mi egymás. Tehát itt az egész, hogy mondjam, golyóbisnak kell összeállnia. A Mi kis városunk című színdarabot december 8-án, pénteken 19 órakor mutatják be. A 120 percet egy szünettel szakítják meg, és a 14 éven felülieknek ajánlják. Legfontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. Mikulás országszerte meglátogatta a gyermekeket a Télapó. Felkészítő, egyedülálló programot kínál a leendő hallgatóknak 2018. januárjától a Dunaújvárosi Egyetem. Próba. Szerdán tartották a Mi kis városunk című darab főpróbáját a Bartók Kamaraszínházban. Híradónkat látták, perceken belül érkezik Főce Ramona az időjárás jelentéssel, utána Tóth Veronika várja önöket Szépkor című magazinunkkal. Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplusztv.hu honlapon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket december 6-án, Mikulás napján. Enyhébb idő után hétvégére visszatér a tél, csütörtök reggel sokfelé kell párás, ködös időre számítani, mely néhol napközben is tartósan megmaradhat. Délután előre láthatólag az ország északi felén kevesebb, délen, ahol feloszlik a köd, több napsütésre készülhetünk. Gyenge mérsékelt marad a szél. A tartósan ködös borongós tájakon 1-3, másút 4-8 fok valószínű. Pénteken eleinte a többfelé élénk, erős déli-délnyugati szél miatt enyhe szeles, keleten naposabb időre készülhetünk, délnyugaton 12-13 fokig melegedhet a levegő. Késő délután azonban egy nyugat felől érkező hidegfront hatására eleinte eső, majd éjjel havas eső és havazás is várható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!